Látom mindenki, én nem tudsz egy ebben olyan videóban, hogy nem más lesz, mint egy olyan videó lesz, ami már rohadt régen nem volt, konkrétan szerintem már vagy több mint lassan egy éve nem volt. Ugyanis mai nap ismételten rangsorolni fogunk dolgokat nyilván a játékon belül. Biztos, hogyha már itt történik, akkor megkérdezem tőletek, hogy esetleg lenne ennek a sorozatnak folytatás, és nekem eléggé tetszik, viszont nem tudom, hogy nektek vajon tetszik-e. Itt még ez a csodálatos oldalom, és a mai nap rangsorolni fogom ezeket a támogatott eventeket, mint például, hogy most is hogy a deadboxos vagy ilyenek, hogy jók voltak-e, rosszak voltak-e, vagy igazából milyenek voltak. Úgyhogy kezdjünk is bele. Most a legeslegelső igazából ez, most nem tudhatjátok, hogy ez mi. Viszont ugye ez ugye a roadmapban le volt leakelve, hogy ez lesz egy ilyen új event, ami az Edgar vs Mortis lesz. És azt mondták, hogy talán az lesz, hogy a harc a legrosszabb teammatest volt. Igazából nem tudunk erről semmit se, de igazából, úgyhogy csak is erre készült ez a csodálatos kérdés. Cuccot igazából berakjuk ide, ez majd kiderül, hogy mi lesz. Utána. Itt van ez a deadboxos community event, ugye bár hát ez nem teljesen ért véget, viszont annyit tudunk róla, hogy ugye meg tudsz szerelni 10 deadboxot, amikből rohadtul nem tudjuk, hogy miket lehet kapni, hogy egyáltalán milyenek ezek a deadboxok, viszont nyilván 20 millió TD-n kell hozzá megszerezni, szóval ami eléggé sok, de ja. Úgyhogy egyébként amúgy annyira nem rossz, hogy jutni magas, amiket kapunk, azok sem rosszak, ugyebár egészen jók akár. Úgyhogy én azt mondanám, hogy akár belemehet egy egészen jóba, de nem a legjobba, és azt szerintem belemehet ide a jóba egyébként, mert hát hiszem mondom, hogy ha a 10 deadbox, amit kapunk, az jó lesz, akkor egészen jó. Utána pedig itt van a Boss vs Startupos community event, amit talán lesz, hogy az egyik legjobba fog benni, ugyanis aki nem tudná, ez úgy működött, hogy választunk át attól arról, hogy 60 startupot kapunk, vagy 10 megaboxot, és úgy működött, hogy ezt szavazni kellett, és hogyha ugye ki tudtuk vinni 50-50%-ra a szavazatot, amiben ugye végül a Superfest segített, de mindegy, akkor meg tudtuk kapni mind a kettőt, tehát 60 startupot és 10 megaboxot is egybe. És ekkoriban azt hiszem a megaboxot már befolva voltak, mert úgymond befolva, hogy ne csak ilyen szúgyok szarokat adjanak, úgyhogy ja. És mi ugye sikerült kivinni, hát sikerült egy időzelben kivinni ugye 50-50%-ra ugye a szavazatot, hogy ugye 60 megaboxot vagy 10 startup. Mi? Szóval, hogy 60 startup vagy 10 megabox, ez ugye mind a kettőt megkaptuk, ami felettébb jó volt, ugye erre nekem volt is egy videóm. Viszont én amondó vagyok, hogy akkor szerintem ez talán belemett a legjobban. De még látom, hogy a végén még lesznek módosítva, és meg annyit akartam mondani, hogy lehet, hogy egész sok itt el van kúródva egyébként, és lehet, hogy egy kettőt nem is vágok, hogy mi volt, és ezt nem raktam időben. Igen, és hát abból lehet, hogy lesz egy kettő, amiket nem raktam bele, mert elfelejtettem, hogy volt, vagy mert esetleg ugye az adott videónk, mert épp az volt az Indescape, vagy a Brawl Stars, nem tudja majd melyik. Szóval, hogyha esetleg volt ilyen, amiket elrontottam, és biztos volt, akkor ezt írjátok a komment szekcióba. Remélem, hogy nem olyan sok volt, ja, na mindegy, folyassuk. De remélem, nem probléma. Ha esetleg tetszik a videó, akkor megköszönöm, hogy a donatok egy lájkot és feliratkoznatok. Ezek már tudásítok rá a tudnodsz egy mod csatornámra, ahová úgyhogy BSS kontentet rakok ki. Csak kicsikét, csak olyan videó kerüljön ki, amiket nem raknék ki. És egyébként tényleg megköszönöm, hogy feliratkoznatok, mivel most néztem meg, és a nézőm csak az 58%-ra nincsen feliratkozva, úgyhogy 2 hét múlva megnézzük meg, és remélhetőleg legalább egy 55%-ra ki tudjuk húzni. Úgyhogy iratkozzatok fel, please. Utána itt van a Thumbs Up for Brawl, ami olyan feltétlenül nagyon jó event volt, de és aki nem tudná, tudtunk kapni 5 legendary startupot. Igazából csak azzal, hogy használtuk a Thumbs Up emote-ot, ugye a kék lárkos emote-ot, nem a dislike-ot. Annyi volt a lényeg, igazából ne legyenek toxikok az emberek, és igazából ennyi. És hát ugyanúgy sikerült megszerezni az öt legendary startupot, amivel egész jókat kaptam, és erősítést csinált, hogy szorosod, hogy ezt ugye majd meg lehet majd csinálni, vagy minden ilyesmi. Viszont nem, ez is rohadt jó volt, viszont azért az a 10 megabox meg 60 startup az azért felettébb jobb volt ennél. Úgyhogy beleteszem szerintem a jó kategóriába, ugyanis ez is azért elég jó volt nekünk, mert elég annyira megszerelt, és többet. Utána itt van a 100 startupos event, amiben érzünk velük is kell tudni, hogy lehet ezt 100 startupot szerezni, hogyha ugye nem tudom valami mennyi izét szereztünk meg, más tudom, hogy pontosan hogy volt. Ha egyébként úgy volt, hogy 1,5 billion rare startupot kellett amúgy szerezni, de mindegy, semmi extra. Azért, hogy lehet ezt 100 startupot kinyitni, hát én szerintem nekem erről ugyanúgy volt videóm egyébként, de már nem is emlékszem. Ez is ami feltébb jó volt, mert azért 100 startup a 100 startup, ugye 100 startupra csak mindent lehetett nyitni. Azért gondolom, mert 100 startup? Ez 5 hónap alatt nem farmolt ki szerintem, hogyha föl, amikor azért jó, de úgyhogy azért felettem, megértem, hogy nagyon sok dolgot kaptunk, szóval ez például szerintem rohadt jó volt. Úgyhogy akár ez is belemelt a legjobban egyébként, ugyanis 100, vagy szerintem 10 meg a box az lesz, hogy kb. Olyan 40 startuppal ér fel egyébként körülbelül. Szerintem én ezt is berakom ide a legjobbakba, úgyhogy azért ez is eléggé jó volt. Utána itt van a Brawl Together-os event, amiből annyit kell csinálnunk, hogy ugye együtt kellett játszanunk, és ugye úgy kellett ideket szerezni, hogyha együtt játszottunk, akkor ugye több kettőnek számította takedownunk. Arra emlékszem, hogy itt valami rohadt sok Brawl Pass sorsoltak ki, itt valami ilyesmi volt, azt hiszem, hogy vagy itt volt az 1 millió gemes. Itt egyébként tényleg elvesztem, hogy is
én úgy emlékszem, hogy volt esetleg, volt egy olyan nyereményjáték is, amikor ugye 1 millió gemet sorsoltak ki, de volt olyan is, amikor valami 1000 bropet sorsoltak ki, mind a kettőről volt egyébként nekem pontán természet, őszintén már nem emlékszem, hogy pontosan hogy volt, vagy esetleg az ennél volt, vagy nem ennél, ez nagyon más, nem tudok tippelni, csak arra, hogy ennél lehet, tehát hogyha egy jobban tudjátok, akkor mindenféleképpen írjátok le a komment szekcióba, mert őszintén én már rég elfelejtettem. Én már nem is tudom, hogy ez 1 millió gemes voltam, ugye, hogy melyik volt. Ugye volt valami olyasmi is, ahol a legaktívabb playereknek kellett lenni, vagy ez volt? Én nem tudom, az lehet, hogy ezt mondjuk kifelejtettem, én exküszön nem tudom. Viszont ez is azért rohadt jó volt, hogy a sorsokról per sorsoltak ki, nyilván én nem kaptam, úgyhogy igazából ezt sem szerintem belakom az okésba, aztán jó az ott. Ott egyszerűen a Chromanomor event, hát ez nem volt olyan jó egyébként, úgyhogy lehet, hogy ez lesz az első, ami a szarba megy, úgyhogy ez tényleg nem volt olyan jó, nem tudom, hogy erre még emlékeztem, hogy csak amire nem is emlékezik, ugye akkor még a... Ekkor már... Nem, szerintem akkor már ez még a dropout volt, szóval ez még pont az volt, mi ott ugye újra hype lett a game körül. Ugye az, hogy erre most sok ember nem is emlékszik, de előbb is nem emlékeztek rá, és ez nem volt a jó egyébként. Most ugye belakul szerintem a szarba. Te itt van a Shooting Star Rapos. Arra emlékszem, hogy itt azt hiszem a creator-ra ki tudtok sorsolni valami kurvas Star Rapos, vagy nem valami ilyesmi volt, mert nem is emlékszem, hogy mi volt körülbelül. Nem, tényleg úgy volt, hogy itt ki tudtok sorsolni a creator-ra ilyen kódokat, és elméletileg minden egyes kód, vagy egy valamelyik kód, ugye bár a 5-ből, vagy azt hiszem valami egyetlen egy, vagy 5-ből egyetlen, ugye 5 kódot tudtak kisorsolni, és volt arra esély, hogy abban az 5-ből az egyetlen egy kód, egy ilyen special kód, ami nagyon nagy utalom, vagy valami ilyesmi volt, hogyha jól emlékszem egyébként, szóval ebben azt mondom, nem volt olyan rossz, viszont ez a event, hát ez igen. Úgy emlékszem már, hogy ez nem volt olyan rossz, ugyanis eléggé adtam, ugye mert ugye Double Startup-ot kaptunk folyamatosan, ugye ekkor került ebbe a Hyper Challenge a Startup-okban. Mert ugye ekkor, hát ugye igazából ezelőtt jöttek be a style-upok, nem kicsi, ugye a Artbox is back, ugye ezelőtt volt az is. Úgyhogy ez amúgy, ez annyira úgy emlékszem, hogy nem volt rossz, nem tudom, hogy az okéjében tegyem vagy a jóban, mert annyira nem is volt jó, de nem is olyan rossz. Nem tudom, azért az okéjében nem akarom berakni, mert a Brawl Together ugye hát azért annyira nem hiszem, hogy szar volt. Nem tudom, igazából tényleg nem tudom, amúgy ez egy rossz jó, ez rossz, nem tudom, hogy ezt hova tegyem be amúgy chat egyébként. De amondom, hogy szerintem amúgy bemehet egyébként rá a jóban, szerintem ez jó lesz itt a jóban. És azt akartam megnézni, hogy vajon még minden jó egyébként, hogy a végén megnézve, mert így a Chromanomor szar volt. Még talán a Brawl Together-ről, hogy lemehetne a szarba egyébként. Na, hát ez nem tudom, annyira talán nem volt jó. Meg hát ugye erről az emetőről nem tudunk egyébként sokat. De, hát amúgy jól tűnik, de igazából még nem tudunk benne semmit se, szóval nem akarok előre így nem ebbe bőre, hogy jó vagy rossz. Viszont srácok, nagyon remélem egyébként, hogy nem hagytam ki egy-kettőt biztos kiadtam, miért a kommentet, hogy melyiket hagytam ki egyébként, vagy melyiket hagytam ki, a kis legtől így emlékszik. Viszont srácok, szerintem ez a videó is ennyi lett volna. Remélem, hogy tetszett nektek. Találkozunk legközelebb, és akkor csúcsom mindenkinek. Ja, és itt van egy videó, ami a YouTube szerint tetszett, ha nem láttatok volna, akkor mindenféleképpen lessétek meg. Na, de viszont most már tényleg mentem. Csúcsom mindenkinek, bye bye. És még annyit akartam, hogy írjátok meg a komment szekcióba, hogy ti hová tettétek volna ezeket az eventeket, vagy komment eventeket, ezt inkább így mondom, hogy nektek mennyire tetszettek, vagy mennyire nem. És ja, ennyi, viszont most már tényleg mentem. Csúcsom. Jössetek mellett, hogy annyira nagyon szépen köszönöm Doxornak, hogy GT-meg szokságot vásárolt, mindazt úgy tudjátok azon a szinten már benne van az is, hogy megmutatok téged a videók végén, úgyhogy, ja, annyi.